10 év egy bármilyen egyesület életében nem nagy idő, jóformán arra elég, hogy megvesse lábát az adott klub, és ha teheti, merész terveket szövögessen. Vannak kivételek, ilyen a Tolna megyei sportban a Tolnai Tájak IASZ Egyesület, amely kiválva az addigi egyetlen szekszárdi klubból 2009-ben megalakult. Kimondottan a versenysportban, hazai és nemzetközi szinten komoly eredmények elérése vezérelte az alapítókat, akik maguk is versenyző íjászok voltak a háromdimenziós kategóriában. Körülbelül 13-15 élsportoló Szekszárd városából eligazolt volna Budapest, Pécs és Kecskemét közötti íjászklubokban. Erre gondoltam én, hogy hát ezek az értékes emberek nem mehetnek el innen, és akkor jött az ötlettel Schrómayer Péter, hogy hát akkor alapítsunk egy új egyesületet. Először mindenki nézett, hogy fú, hát az akkor az elég melós dolog. Végül is hiába tiltakozott az Alex Beszenévre hallgató hölgy, aki már akkor élversenyző volt, a klub legeredményesebb íjásza. Mindenki őt akarta elnöknek, és kiderült, az egyéniben Európa-bajnoki címet, világbajnokságon ezüstöt szerző élversenyző napi munkájába még belefér az elnökösdi, ami az egyéniségéhez passzolt is. Igaz, kapott mindenhez szakmai muníciót, olyan alapító tagoknak is nevezhető, valóban tevékeny vezetőségi és pártoló tagoktól, mint Strómayer Péter, Péter Bence István, Berényi Balázs, Huszár Zoltán, Szecskainé Jáksó Ágnes, Varga Zoltán, Simon Attila, Nagy Attila, a sor még folytatható. Egyfelé húzott, és húz ma is mindenki. Vannak szponzoraik, de a versenyzés, a klubélet drágának mondható költségeit maguk teremtik elő, szenvedélyüknek, hobbiuknak élve, szerencséjükre megtehetik. Számos versenyt rendeztünk, regionális, helyi, országos bajnokságokat is, Szekszárdon, Sötétvölgyben, Szálkán és a bodipicészetnél. És mint versenyző is helyt álltunk, mert azért az országnak a topjában vagyunk eredményeink alapján. És itt jött tovább a gondolat, hogy merjünk nagyot álmodni. A 3D-ben több tucatnyi országos elsőséget szereztek, és csapatban egyéniben Európa-bajnokságokon több versenyzőik is felállhatott már a dobogó legfelsőbb fokára. Legutóbb éppen a Huszár házaspár, Huszár Zoltán és Huszár Hanner Erika egyaránt Európa-bajnoki címet szerzett az idei szlovákiai Európa-bajnokságon. A férj már korábban egy VB-n is nyerni tudott egyéniben. Csapatban is erős egyébként a TTTI-je, hiszen legalább 6 nemzetközi szinten is kiemelkedő versenyzővel rendelkeznek. Ezek után a 10 éves születésnaphoz közeledve mertek egy nagyon nagyot álmodni, amire a Magyar IASZ Szövetség is rábólintott. 10 éves jubilom alkalmával milyen versenyt kellene rendezni? Hát legyen ez egy világbajnokság. Persze világbajnokságot egy klub nem rendezhet, mert ez a Magyar IASZ Szövetségnek a kompetenciája. Viszont aktívan részt veszünk benne, és nagyon örülünk neki, hogy történelmet írhatunk itt, sporttörténelmet Szekszárdon, azzal, hogy egy ilyen rangos eseményt hozhatunk ide. 2020 Sötétvölgy augusztus. Európa-bajnokságot 1992-ben súlyemelésben rendezett már Szekszárd, de világbajnokságot még egyáltalán nem. A TTTI-je már ezzel beírta magát a helyi sporttörténetbe, az már hab lesz a tortán, nem is akármilyen, ha top versenyzői közül valaki hazai pályán is nyerni tudna. De csapatban is szeretnének legalább a világbajnokságon is a döntőbe kerülni. Miközben a következő 10 évben egy új, hasonlóan eredményes IASZ generáció kinevelése a cél. Kovács Adél szaka, Zsombor, ifjabb szaka, Gyula, tehát ők azért egy elég erős mezőnyt képviselhetnek az ifjúságiak között. Kornoci Pétert is itt kiemelném, Tar Jánost is kiemelném, tehát mindenképpen egy elég jó utánpótlás csapattal fogunk tudni kiállni. Amelynek tagjai már a szekszárdi VB-n is bizonyíthatnak.